Eldöntötted, hogy szükséged van egy virtuális alközpontra. Na de mi a következő lépés? A tervezés. Sziasztok! Károly Istomja vagyok, az Énet szakértékesítője, ez pedig az Énet Telekom YouTube csatornája. Nemrég egy új videósorozatot indítottunk, amiben modern távközlési megoldásokat mutatunk meg nektek. A mai videóban a virtuális telefon alközpont megtervezéséről fogok beszélni. A virtuális telefonalközponti szolgáltatásunk tulajdonképpen egy felhő alapú, virtuális, szoftveres megoldás, ami az Énet adatközpontjában üzemel. Tudnod kell, ahhoz, hogy garantálni tudjuk a megfelelő működést, az általunk biztosított és felügyelt hálózatra lesz szükséged. Ha magas rendelkezésre állást szeretnél, érdemes ebben nagyobb internet csomagjaink közül is választanod. Üzleti internet szolgáltatásunkról további videókat találtok a csatornán. Mindezek után vágjunk is bele a tervezésbe. Az első lépés, hogy ellenőrizned kell, a telephelyed rendelkezik-e jó minőségben kiépített számítógépes hálózattal. Ellenőrizd, hogy van-e megfelelő mennyiségű port az irodákban és a regszekrényekben, mivel minden VoIP telefonnak és konverternek szükséges a hálózati kapcsolat. Második lépés, hogy megtervezzük az alközponti rendszered logikáját. Ha meglévő alközpontot kell lecserélnünk, akkor viszonylag egyszerű dolgunk van, hiszen a már meglévő logikát kell átültetni kollégáinknak a virtuális környezetbe, amin természetesen egyedileg változtathatunk is, ha szükséges. Ha még nincs alközpontod, a szolgáltatás kiválasztásához át kell gondolnod, hogy hány fővonalat és mellékvonalat szeretnél, kell-e több telephely között kiépíteni kapcsolatot, vagy éppen milyen hívásszabályokra, hangmenükre, hangrögzítésre, vagy bármilyen egyedi megoldásra van szükséged. Ezek határozzák meg azt is, hogy Light vagy Advanced szolgáltatásunk lesz a megfelelőbb neked. Ne felejtsd el, mivel virtuális alközpontról van szó, így szoftveresen távolról kollégáink bármit be tudnak neked állítani, anélkül, hogy a helyszínre kellene menniük. A tervezés során én végig segíteni fogok neked, hogy bármilyen kérdésed van, nyugodtan felkereshetsz. A cél, hogy a cégednek egy jól működő, profi rendszert alakítsunk ki együtt. Persze sok mindenről lehetne még beszélni, amit a videósorozatunk többi részében meg is fogunk tenni. Addig is, ha bármilyen kérdésetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, írjátok meg kommentbe, vagy keresetek engem közvetlenül, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!